Jaj, hogy nézek már ki megint! Jó, milyen szép vagyok! Ilyen ember... Jaj, Isten! Na, sziasztok, ezer után vagyunk. És hát, ugyebár lenne hozzátok pár kérésem, és mondani való mi így ezer után. Először is, új állvány. Ott van, majd azt a videóban látjátok majd. Hogy fogjátok látni a videókba? Nem láthatjátok a videókba, mivel az állvány a kamerán van, vagyis... Na mindegy, szóval van új állvány. Második, egy kisebb álmom válna valóra, hogyha valaki küldene nekem csomagot, mert olyan jó lenne, hogy én kibontanám a csomagokat, és akkor videóba felvenném. Ilyen jó érzés lenne. Úgyhogy, hogyha valakinek van a kedve, vagy akar nekem küldeni csomagot, vagy valami, akkor írja rám, elküldöm a címemet, és küldhetitek a csomagot. Köszönöm előre is! Előre is köszönöm. Harmadik, ugyebár van Facebookon egy oldalam, minden nap egy kép Paxelról, és ide kellene egy megbízható ember, egy szerkesztő, egy moderátor, aki minden nap feltölt rólam egy képet, írjon valaki rám, egy megbízható embert, kérek, légy szíves. Negyedik, ha valakinek bármi gondja van, egy kis párkapcsolat, élet, tapasztalat, hogy van még gond, az írjon és én megpróbálok neki segíteni. De ne úgy írjatok rám, hogy szia Mizu, hanem írjátok rendesen a szöveget. Jó? Oké? Ötödik, írjatok nekem Askra kéréseket, és majd a következő videóban megválaszolom nektek, úgyhogy nagyon sokan vagy ide a vizé alá, mi alá, a videó alá, írjatok nekem kéréseket, és úgyhogy Jenni nagyjából nem volt videó, mert én nappal csak ünnepeltem azóta, meg volt az ezer, és nyomtam a piákat, meg mindent, ugye láttátok, hogy ittam, mint a kutya. Úgyhogy ennyi, így nagyjából ez összefoglaló kis sztori. Megyek, mert dolgom van, éhes vagyok, mint a fasz, meg úgy fáj a fejem, mint valami terhesnek. Vemhes kutyának. Mondom, egész nap szétrobban a fejem. Szétrobban a fejem! Szétrobban! Szétrobban a fejem, megszülök.